Feleslegesen folyik a csapból az ivóvíz. A pazarlás az év bármely részében káros, az utóbbi időszak nyomán azonban most különösen az lehet. Az ország több pontján alakult már ki vízhiány, a szolgáltatók több helyen korlátozták az ivóvíz felhasználását. Nyíregyházan és vonzás körzetében ilyen probléma még nem ütötte fel a fejét. Az ugyanakkor biztos, hogy a lakosság dupla annyi vizet használ, mint egy átlagos időszakban. A működésterületünk vonatkozásában egy normál nap egy olyan kb. 38-40 ezer köbméter vizet adunk ki. Ez bizony most megduplázódott a meleg napokba, elérte a 76-77 ezer köbméter per nap kapacitásokat. Nyíregyháza vonatkozásában egy normál nap 15 ezer köbméter, most a meleg napokban ez is mondhatom megduplázódott, hisz 30 ezer köbméter fölött adtunk ki. Térségi települések vonatkozásában egy 22-23 ezer köbméter, és most itt is meghaladta 45-46 ezer köbméter vizet. A vízfogyasztás a kerti növények öntözése miatt növekedett meg elsősorban, de sokan töltik fel kerti medencéjüket is, aminek vizét időről időre cserélni kell. A Nyírségvíz ZRT felelős vízhasználatra buzdítja a lakosságot, mint ahogyan azt is kéri, hogy aki szabálytalan vízvételezést lát a nyilvános tűzcsapoknál, azonnal jelezze azt a társaság felé. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az, hogy mikor és mennyi vizet használunk, és hogyan tesszük mindezt. Fontos, hogy az illegális vízvételezés, szabálytalan vízvételezésre figyeljünk oda, hisz egy-egy település esetében akár vízhiányt, nyomáscsökkenést, esetlegesen még ivóvízminőség romlást is okozhat. Van lehetőség arra, hogyha valaki nagyobb terület rocsolására, vagy akár medence feltöltésére igényel vizet, akkor úgynevezett idéglenes vízvételezési ponton keresztül szabályozott módon a Nyírségvíz ZRT tud részére ivóvizet biztosítani, úgy, hogy közben a lakossági vízellátás nem kerül veszélybe. A szabálytalan vízvételezés ellen két éve lépett fel keményebben a Nyírségvíz ZRT, az illegális tevékenységet több százezer forintos bírsággal sújthatják.